Az agrárcenzus a népszámlálások után a második legtöbb embert érintő felmérés. Hazánkban összesen körülbelül 750 ezer személyt érint. Ilyen mezőgazdasági összeírás 10 évente hajtanak végre a világ minden táján. Az Európai Unió tagállamaiban erre 2019 ősze és 2021 tavasza között kerül sor. A Központi Statisztikai Hivatal kérdőjében keresztül gyűjt adatokat a használt földterület nagyságáról, az állatállományról, illetve a gazdálkodási módszerekről, de fontos információ a gazdálkodók kor összetételének és mezőgazdasági végzettségének alakulása is. A koronavírus járvány miatt a most esedékes adatszolgáltatást két lépcsőben végzik el. Az internetes válaszadás ezekben a hetekben zajlik. Most online felületen lehet június 5-től a 30-áig, és akinek nem sikerül ezt elektronikus úton feltölteni, bár a falugazdászok mindenkinek segítséget nyújtanak ebben, ha felkeresik a falugazdászokat, azokat majd a falugazdászok meg fogják keresni szeptember 15-től november végéig, 29-ig, és akkor személyesen kell ennek az elkerülése lehetne, vagy el lehetne kerülni ezt a személyes találkozást, akkor minél többen online felületen töltenék ezt fel. Az agrárcenzus sokat segít a magyar kormány és az Európai Unió számára is abban, milyen módszereket érdemes megtartani és továbbfejleszteni a mezőgazdaságban. Rácz Imre elmondta, Magyarország szerencsés helyzetben van. Egy átlagos évben ugyanis a lakosság 2,5-szerese ellátható, itthon megtermelt és előállított alapvető élelmiszerekből. A Kamara megyei elnöke ugyanakkor hozzátette, a járványhelyzet bebizonyította, hogy a nemzetközi kereskedelem lassulása miatt végesek lehetnek a készletek, így érdemes hosszabb időintervallumban gondolkodni. Mindenképp arra törekedni kellene Magyarországnak is, hogy önállató legyen, és legalább annyit termeljük meg minden termékből, amennyi hazai szükséglet, hogyha egy ilyen járvány adódna, mint ami most előttünk van, hogy benne vagyunk, vagy remélem már kifelé menjünk belőle, akkor ne okozzon olyan problémát, hogy a külföldről hozott áruknak esetleg ott a szabályozása behozata korlátozott legyen. Én erre gondolok, és ezért is tartjuk a gazdálkodók nagyon fontosnak, hogy ebből egy képet kapjunk. Az adatszolgáltatást egyébként kormányrendelet írja elő, így az érintettek számára a válaszadás kötelező. Azokat az egyéni gazdálkodókat, akik nem élnek az online kitöltés könnyebbségével, összeírók fogják felkeresni, ez az előzetes tervek szerint szeptemberre várható.